nézzük tovább, hogy mi is történik. Igazából a dátumokkal kapcsolatban már nem, most nem akarok többet elmondani, hiszen ennél bonyolultabb dátumkezelés ritkábban van. Nézzük meg a nyelv szórészletet tartalmazó előadások kilistázására vonatkozó feladatot. A felsorolásban az előadó neve előadásának címe is szerepeljen. Na, tehát azt mondja, hogy készítsünk lekérdezést. Tehát újra létrehozás és lekérdezés tervező. Azonban most, ugyan az előadás címe az az előadás táblában van. A tudós neve meg a tudós táblában van, tehát kénytelen vagyunk ezt a két táblát feladni, de a kettő közé feltétlenül kell a kapcsoló tábla, hiszen akkor nem tudjuk meg, hogy melyik tudós milyen előadást tartott. Tehát mind a három táblára szükségünk van a lekérdezés megoldásához. Tehát kell a cím, és kell a tudós neve. Ha most megnézzük a lekérdezésünket, akkor azt látjuk, hogy melyik tudós melyik előadást tartotta. Voilà! Azt látjátok egyébként, amit a táblában is látszott, hogy ennek az előadásnak például két előadója volt. Bodó Balázs és Plé Csaba. Na nézzük, azt mondja, hogy javaslom, hogy ilyenkor mentsétek el mindig rögtön, az előbb nem tettem meg, most azonban mondom, hogy három nyelv névem, mentsük el ezt a lekérdezést, tehát mentés, három nyelv. Oké? És itt minden előadás szerepel. A lekérdezés, a feladatban viszont az szerepel, hogy amelynek címében a nyelv szórészlet benne van. Windowsban nagyon-nagyon sokszor használtuk már különböző területeken táblázatkezelésben legutoljára a csillag karaktert, ami helyettesít bárhány karaktert gyakorlatilag. Nézzük, hogy itt hogyan tudjuk ezt megtenni. Tehát a címnek akarunk egy feltételt adni. Amíg a kettős kereszt a dátum megkülönböztetésére szolgált, dátumtípusú adat megkülönböztetésére szolgált, addig a szövegtípusú adatot idézőjelbe tesszük. Tehát kezdünk egy idézőjellel, és ugye a nyelv szócskára vagyunk kíváncsiak. De olyan előadás, amelyiknek az a címe, hogy nyelv, olyan nincs egy darab sem. Nem kaptunk adatot. Visszamegyek a tervező nézetbe. Nézzük meg, hogy kezdődik-e nyelv szócskával valamelyik előadás. Tehát a nyelv után teszek egy csillagot. Megnézzük. És csodálatos. Van, nyelvében gondolkodik-e az ember? Plé Csaba előadása. Ho-ho, kérem szépen. Tehát van egy olyan előadásunk, amelyben a nyelv szócska szerepel. Méghozzá a legelején. Azt látjátok, hogy ahogy a csillagot betettem, és leléptem a celláról, magyarul átmentem a másik nézetbe, abban a pillanatban a like szócskát írta oda az idézőjel elő. Ez egy olyan megengedő egyenlőség, tehát szeretném, ha a nyelv szócska az elején szerepelne, a végén. Na most, ha elé is teszünk egy csillagot, tehát idézőjel, csillagnyelv, tehát mindenféleképpen, megint megpróbálok békésen és nagyban írogatni ide, hát, tehát idézőjel, csillag, a nyelv szócska, és újabb csillag, és idézőjel bezárva. Idézőjelből mindig elején, végén kettő. Ha nem teszed ki, automatikusan kiteszi a rendszer. Szöveges adatformátum esetén csillag, mindegy, mi van a nyelv előtt, és hány karakterben. Csillag, mindegy, mi van a nyelv szócska után, és hány karakterben. Tehát, nézzük meg akkor, hogy most mit találunk, és csodálatos. Három olyan előadás volt, amelyben a nyelv szócska szerepel különböző helyeken. Jobb egérgomb, mentés. Ez volt a feladat megoldása. Egy kis gyakorlás következik a következő videóban. Aki tovább akar haladni, az átugorhatja.